Népvidításra várták a fejüket könnyen búna keresztő embereket a Kétfarkú Kutyapárt passzivistái június 24-én vasárnap délután az Óvárosi Kossuth Parkba. Azért választották ezt a helyszínt, mert a park tövében álló buszmegállót kissé megrongált állapotban találták. Ugyan a párt nevéről sokaknak az ingyen sör és az örök élet ugrik be, de az is elég nagy port kavart, amikor passzivistáik a kátyukba virágot ültettek, vagy a rossz járdákat négy színfestéssel dekorálták, ezzel hívva fel a figyelmet annak hibáira. Ilyen járda egyébként Ajkán is található. Most a buszmegálló felújításon volt a sor. Sándor Balázs, a párt helyi fő passzivistája többek között megosztotta velünk azt is, hogy pártjuk valójában megnyerte a választást, nem is akárhogy, hanem 101,8%-kal. Ez egy téves információ, hogy nem nyertük meg a választást, mi 101%-kal nyertük meg a választást, 101,8, csak ugye ilyenkor automatikusan elkezdik előről számolni, és ezért lett az 1,8%-os eredmény, ami lett. Így most már mindent értek, avval az egy kivétellel, hogy mit kerestek ma itt Ajkán a Kossuth Parkba, hiszen nincsen kampány. Hogyha megmutatod azt a táblát, akkor látszik, hogy népvidítást tartunk, és sok minden mást is csinálunk. Hát mert most miért kéne kampány ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és hogy segítsük az embereket. Mi itt vagyunk, osztunk ingyen sört, hédiomostufit, sütit, üdítőt, nem kell ehhez kampány. Minket ugye az intergalaktikus szervezetek támogatnak, és ezért van ennyi pénzünk. És mi újság van Soros Gyuri bácsival? Tegnap pont találkoztam, nagyon aranyosnak tűnik, nagyon jó fej, nagyon kedves. Megszólt minket egy pár közpénzzel, úgyhogy nincsen semmi problémánk. De ezen a közpénzen nem Soros György képe van, én úgy látom. Ő a magyarországi bérence, Kovács Gergő, ugye ő a mi pártelnökünk, és ő van most jelenleg. Ő képviseli Soros Györgyet a pénzem. Balázs azt is elárulta nekünk, hogy a közmédiát széttrolkodó csirkét nem sikerült még levágniuk, sőt azóta egy gorillával is bővült a paletta. Megvan a két farkú kutyánk is, illetve megvan még a csirkénk is, nem sikerült levágnunk, túl gyorsan szaladt, és azóta volt vele egy újabb videó is, méghozzá egyenesen a gorillánkkal. Fogyott az ingyen sör, és mellé, ha nem tiszteletlenség, a tömény hülyeség, ami furcsa módon nem tompított, hanem gondolatokat ébreszthetett a résztvevőkben. A legnépszerűbb most is a héliumos lufi volt. A népvidítás kétségtelenül jól sikerült, sőt volt, aki kameránk láttán nem elmenekült, hanem nevetésbe tört ki. Miután nagy nehezen meg tudott szólalni, elárulta nekünk, hogy most van először MKKP rendezvényen. Persze sokkal többön nem is lehetett volna, hiszen ez volt a második. Honnét értesültetek a eseményről? Plakátról. Plakátról innen a busz megállóból. És hogy tetszik az Óváros tér? Nagyon szép. Külalakilag, vagy rendezettségileg, vagy milyen értelemben? Általánosságban. Egész normálisan szokott kinézni, hozzáteszem. Az Óvárossal mennyire elégedett? Az óvárosi rendezvényekre mennyire szokott? Nagyon jók. A Dorner úr nagyon jó rendezvényeket szok csinálni, a Laci. Karácsonykor, húsvétkor, képkiállítás. Csak most azt várjuk, hogy itten ezt a parkot rendbe tegyék, mert megígérték, hogy itt rendet raknak, de hát idáig még most néma csönd van. Mi az, amit még esetleg szeretne itt az Óvárosba? Azért azt nagyon szeretnénk, mert ide kiszokunk ülni, eltűnének ezek a varjak innét, és akkor a padokat kicserélni, mert olyan kényelmetlenek, és kiszokunk ide ülni, mi nyugdíjasok a parkba, itt beszélgetünk, meg minden, de annyira kényelmetlenek, hogy egy kis szebb környezetet szeretnénk.